benneteket is, kedves gyerekek. Már találkoztunk a tavalyi évben, emlékeztek így? Nekem ami nagyon emlékezetes volt, amikor a hagyományőrzőnek szeretében a krumplival szaladgáltatok, illetve pucoltátok, tehát jó kis móka volt. Hát akkor még egyszer szeretettel és tisztelettel köszöntelek benneteket a Vázdine Cserhelye Emelkedő Csillagok Romanők Egyesülete nevében. Az EFOK 1.3.4 kötőjel 16 közös értékeink sokszínű társadalom keretében megrendezett hagyományőrző napon. A mai napon először majd a Retro zenekar fog nektek egy kis műsort adni, annak keretén belül pedig megismerhetitek azt, hogy valójában honnan is származnak a cigányok. Nagyon szépen el fogják nektek mondani, hogy honnan is jöttetek, és mindegyik tájegységből egy-egy dallal fognak nektek kedveskedni. Ezt követően a Gyöngyszemek Hagyományőrző Cigánytánc Együttes fogja bemutatni ezen a hagyományőrző napon a hagyományőrző cigánytáncokat, a hagyományos cigánytáncokat, amit ki ismer. Hogy van a cigánytánc? Ismeritek a cigánytáncokat? Yeah. Meg fogjuk nézni, hiszen lesz egy táncház is, amelyre szeretettel várunk benneteket, illetve lesz egy betérkedő, hagyományőrző betérkedő, amiről az elején beszéltem, hogy az nagyon jó sikerült. Legutóbb is, illetve a Rákóczi Kovács Gusztáv hagyományőrző együttesi és nagyecsedi táncokat fog nektek bemutatni, hiszen 2017-ben a magyar és cigány tánchagyományok a Szeleni Kulturális Örökség részei lettek, és nálunk a magyar és a cigány táncok szinte egyszerre jelennek meg a rendezvényeken. Szeretném elmondani, hogy ennek a programnak a keretében kiállítások, táborok valósulnak meg, illetve a roma tehetségek mentorálása. Több településen, számszerint 10 településen valósítjuk meg programjainkat, Nagyecsed, Mátészalka, Ópályi, Nyírparasznya, Györtelek, Porcsalma, Tyúkot, Fábiánháza, Vaja és Odász. Azt kívánom mindenkinek, hogy a mai napon érezzétek jól magatokat, kóstoljátok meg a finom, hagyományos ételeket, amelyeket hoztunk, és mindenféle programmal kapcsolatban. Köszönöm szépen, hogy meghallgathatok, jó szóval!